43. alkalommal várták a jazz szerelmeseit az Erkel Ferenc Zeneiskolába a Jazz Szerda programsorozat keretében. Ezúttal Fekete István kvintetjének koncertjét hallgathatták meg a műfaj kedvelői. 43. Jazz Szerdának, mint ahogy az előző rendezvénynek is, az egyik fontos, ha úgy tetszik, hivatása, hogy olyan művészeket hívjunk Tatabányára, az Erkel Zeneiskola pódiumára, akik lehetőség szerint még nem voltak vendégeink, legalábbis a Jazz Szerda folyamatában, bár korábban még a jó emlékű jazz táborok idején bizonyosan fölléptek. Nos, tehát Fekete István egyébként a szakmában nem ismeretlen, és az ő meghívását az indokolta, azon túl, hogy ritkán szólal meg trombita a színpadon, hogy a szakma szerint ő Magyarország legjobb trombitása. Fekete Istvántól, a zenekar vezetőjétől megtudtuk, igen különleges hangszerrel érkezett Tatabányára. Ennek a trombitának az a különlegessége, hogy ez egy Dizzy Gillespie modell, tehát ő a bebop Charlie Parker mellett volt a trombitás, és ez egy ilyen nagyon érdekes forma, ami az ő zenéjükre volt jellemző, hogy valami meghökkentőt és újat alkottak a jazz műfajában. A családinak mondható zenekar elsősorban saját dalokkal szórakoztatja a közönséget, de azért klasszikus darabok is felcsendülnek fellépéseiken. Nagy részben saját szerzeményeket játszunk, és az a különlegesség, hogy nekem van 4 fiam. Az egyik gitáros, van egy basszusgitáros, egy dobos, és még egy gitáros, aki most Londonban egy koncerten vesz részt, és van egy nagyon kedves tanítványom, aki a Kőbányai Zenei Stúdióban tanult nálam zongorát, kiszenekari gyakorlatom, ő Héja Katalin, és gyönyörűen zongorázik, és saját szerzeményeket főleg azokat játszunk, és a koncert elején egy-két standardet. A Jazz Szerdák keretében tavasszal a műfaj legnagyobb sztárjai is megfordulnak majd városunkban. Ha egy olyan névsorral rukkolok elő, hogy Borbély Mihály, Elek István, Micheller Mirtil, mondjuk Schneidberger Ferenc, határszünetet tartottam, sőt, Szakcsi Lakatos Béla, akkor úgy gondolom, hogy Magyarországon, sőt, határainkon kívül a nemzetközi jazz életben is egy ilyen névsorra bármely szervező, bármely jazz klub fölkapja a fejét. Most az itt felsorolt művészek, és ez nem volt teljes lista, valamennyien vendégei lesznek Tatabányának, valamilyen jazz fórumon föllépnek. A 45. Jazz Szerdán májusban Borbély Mihály kvintetje tart lemezbemutató koncertet.